Lelkesen kóstolgatták a gyerekek a különböző fajtájú kenyereket a Károlyi kastély pincéjében. Volt, aki vajjal, volt, aki mézzel, és volt, aki csak úgy magában majszolta az emberiség egyik legalapvetőbb élelmiszerét, azzal pedig nagyjából mindenki tisztában volt, hogy hogyan is készül. Rizsből, tojásból, meg ennyi, és aztán azt gyúrják, és sütőbe rakják, és ennyi. A Fehérvár csurgói Károlyi kastélyban évek óta hagyomány a kenyérvilágnapjának megünneplése. A gyerekek ez alkalommal is megoszthatták egymással házi készítésű kenyereiket, a szülők pedig recepteket cserélhettek egymással. A program a Károlyi Alapítvány szervezésében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával valósulhatott meg. A gyermekeknek lehetősége van otthon a családjukkal elkészíteni egy saját házi készítésű kenyeret, és azt elhozzák ide erre a rendezvényre, megkínálják egymást, megosztják ezt a kenyeret, és ezáltal van ennek egy ilyen közösségépítő szerepe is, hogy milyen jó adni ebből az alapvető élelmiszerből. Varga Imre István hozzátette, hogy a rendezvénynek és a közös családi sütésnek van egy edukációs oldala is. A gyerekek ugyanis ezáltal megismerik a kenyérkészítés folyamatát, és megtanulják értékelni az ételt.